Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika a Dél-Dunántúli Régió magazinműsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Nem vállalják pártjukat, újabb kifogást nyújtott be az ÖPE a baloldali választási szövetség ellen. Demonstrálnak a fogorvosok, ha nem tudnak megállapodni a kormánnyal, fizetős lehet a fogorvosi ellátás. Tanévnyitó, több mint 1000-en váltak a kaposvári egyetem polgáraivá. 2020-tól nyelvvizsga nélkül nincs továbbtanulás, sok diák magánórákat vesz. Sajtótájékoztatót tartott pénteken Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke a pécsi ítélőtábla előtt, miután benyújtotta a keresetüket, melyben azt kifogásolja, hogy a baloldali pártok megtévesztik a választókat. Egy civil szervezet jelöltjeként hirdetik magukat, vagy éppen függetlenként, miközben a közgyűlésben újra pártjuk nevében politizálnak. Ez Kővári szerint tisztességtelen és törvénysértő. Ide a pécsi ítélőtáblára adta be fellebbezését pénteken az Összefogás Pécsért Egyesület. Ezt a kérelmet nyújtotta be a szervezet elnöke. Péter Fiatila és négy társa jelölése ügyében a bíróságra egy fellebbezést adtunk be mai napon, mert úgy váltogatják a jelölő szervezeteiket és az őket támogató szervezeteket, mint más a ruháit nap mint nap, és ezzel meglátásunk szerint megtévesztik a választókat. Kőveri János azt mondja, január óta független polgármester jelöltként nevezi meg magát Péter Fiatilla. Eközben a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje, amit a baloldali pártok hoztak létre fedőszervezetként. De nem csak ő, hanem egyéniben induló jelöltjék sem tüntetik fel, hogy valójában melyik párt tagjai. Például Sik László, Nyögéri Lajos, vagy éppen a liberális Ágoston Andrea, vagy a Jobbik képviselője Fogarasi Gábor neve mellé, hogy ők valóban milyen párthoz tartoznak. Ezzel meglátásunk szerint megtévesztik a választókat, hiszen Mindenki Pécsért Egyesület néven gyűjtöttek cédulákat, ilyen néven lesznek a szavazólapon, és eltagadják, úgy látszik szégyellik, hogy melyik párthoz tartoznak. Gondolom ez azért van, mert ezek a pártok már lejáratódtak az elmúlt években. Ez a fajta jelöltállítás tisztességtelen Kővári szerint ezért nyújtott be újabb fellebbezést. Mellár Tamásra hivatkozott, aki szerinte azt mondta, hogy a választásokon a civil egyesület nevében indulnak, de a közgyűlésben, ha bekerülnek, már mindegyik politikus a pártja nevében politizál majd. Ez az ÖPE szerint törvénysértő, ezért nyújtottak be újabb kifogást pénteken a bíróságra. Két hétig beszüntették a munkát a fogorvosok, így adva nyomatékot annak a követelésüknek, hogy emelje meg a kormány 1.600.000 forintra a praxisok havi díját, mert szerintük ennyiből lehet csak azt működtetni biztonságosan és hosszú távon. Az akció alatt a több mint 1000 fogorvos csak az ügyeleti és sürgőségi ellátást biztosítja. Szekszárdon is több fogorvos ment szabadságra. A demonstráció szervezője azt mondja, ha nem kapják meg ezt az összeget, nem tudják tovább ingyen biztosítani a fogorvosi ellátást. Ezért az embereknek valamennyit fizetniük kell majd. Jelenleg 700.000 és 900.000 forint közötti összeget kap az államtól egy fogorvos praxisának működtetésére. Azt állítják, ennyiből nem lehet ezt biztonságosan működtetni. A Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának 2016-os számítása szerint 1.600.000 forintra lenne szükségük ahhoz, hogy egy fogorvosi praxist normálisan tudjanak működtetni. A fogorvosok, hogy nyomatékot adjanak követelésüknek, hétfőtől két hétig nem dolgoznak, vagyis leáll a térítésmentes ellátást nyújtó fogászati rendelők többsége. A fogorvosok az akció alatt csak az ügyeleti és sürgősségi ellátást biztosítják. Szekszárdon is több fogorvos szüntette be a munkát. A kormány a sztrájk előtt pár nappal ajánlatot tett nekik. Azt javasolja, hogy a közfinanszírozott ellátók még idén egy összegű 1,5 millió forintos juttatásban részesülhetnek. Jövő évben pedig 250.000 forinttal, majd 2021-től újabb 140.000 forinttal emelhetik a praxisok havi díját. Hiába fogadta el ezt a javaslatot a kamara fogorvosi tagozata, a sztrájkolók kitartanak a demonstráció mellett. Az akciót szervező Nagy Ákos fogorvos azt mondja, a kormány ajánlata, bár jóval több a mostani 700.000 forintnál, még mindig kevés. Egész egyszerűen annyi fog történni, ami a fogtechnikával történt 2007-2008-ban, hogyha ezt a problémát nem fogják komolyan venni, akkor egész egyszerűen valószínű az fog történni, hogy a fogorvosok feladják a körzeteiket, mert azok a bérek, nem a bérek, az anyag, a minden, ami ehhez tartozik, az kigazdálkodhatatlan lesz. Ennyi pénzből nem csak a rendelő berendezéseit, saját magát és az asszisztenst kell kifizetnie az orvosnak, hanem a kezelések anyagköltségét is,
tette hozzá. Nagy Ákos azt mondja, ha nem tudnak megállapodni a kormánnyal, megszűnhet a térítésmentes fogászati ellátás Magyarországon. A kormány a kért pénznek a felét teszi bele a fogászati ellátásba, akkor lehet azt mondani, sőt, végeztünk egy felmérést, tehát a lakosság is talán elfogadná azt, hogy ne szűnjön meg teljesen az ellátás, hanem akkor vezessünk be kopélymentet a fogászati ellátásra. Becslések szerint az akcióban több mint 1000 fogorvos vesz részt. Több mint 1000-en kezdték meg pénteken felsőfokú tanulmányaikat a Kaposvári Egyetem 4 karán. Az ünnepélyes tanévnyitón elhangzott, az intézmény az elmúlt években folyamatosan fejlődött. A cél, hogy a kampusz a jövőben a régió szellemi műhelyeként és az élelmiszerágazat teljes vertikumát átfogó agrárközpontjaként működjön. Az egyetem vezetőinek és díszvendégeinek bevonulásával vette kezdetét az idei évi ünnepélyes tanévnyitó a Kaposvári Egyetemen. Az idei évben több mint 1000 hallgató nyert felvételt a felsőoktatási intézmény 4 kara közül valamelyikre. A fiatalok izgatottan várják a kezdődő tanévet. Nagyon furcsa így kiszakadni a gimnáziumi környezetből, de nagyon várom már, hogy elkezdődjön. Az első éveseket az egyetem részéről először dr. Kovács Melinda, az intézmény rektora köszöntötte, aki elmondta, a Kaposvári Egyetem vonzereje és tevékenysége ma már egyre jelentősebb. A jelentős infrastrukturális fejlesztések mellett a stabil hallgatói létszámra, az alap és alkalmazott kutatások széles skálájára, kiszámítható vállalati megrendelésekre is gondolni kell. Ennek további fejlesztése és fenntartása az itt tanulók feladata is. A kulcs az önök kezében van, önökön múlik, hogy az itt töltött évek során tudásból, tartásból és tisztességből annyit szívjanak magukba, hogy ezek biztos alapot jelentessenek az értelmiségi léthez. A fiatalok többsége már belekóstolhatott korábban is az egyetemi életbe, hiszen a gólyatábor ma reggel ért véget. A saját szakomban nagyon kevés embert ismertem meg, csak a szobatársamat, mert az én csapatomban szinte mindenki pedagógia, vagy pedig agrárszakos volt. Tehát egy-két embert ismertem csak meg. Az utóbbiakban majd még fogok természetesen. A most induló tanévben 1050 diák kezdi meg tanulmányait agrár- és környezettudományi, gazdaságtudományi, pedagógiai, művészeti karokon. 2020-tól csak az felvételizhet a felsőoktatásba, akinek van legalább egy középfokú nyelvvizsgája. Több szülő attól tart, hogy az iskolapadban megszerezhető idegen nyelvtudás nem elegendő ezen feltétel teljesítéséhez, ezért nyelvtanfolyamra vagy magántanárhoz küldi gyermekét. Sokan már a gimnáziumi éveik legelején arra készülnek tudatosan, hogy megszerezzék a nyelvvizsgát. Szabó Anna Mária, az egyik szekszári nyelviskola vezetője azt mondja, a diákok 40%-a érkezett kifejezetten a nyelvvizsga megszerzése érdekében a nyári intenzív tanfolyamaikra. Az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt a középiskolás diákok száma, leginkább a nyári intenzív tanfolyamokon, hiszen nekik is erősödik a nyomás mind az iskola részéről, mind a szülők részéről, hogy letegyék az asztalra a nyelvvizsgát minél korábban, amivel nem biztos, hogy én egyetértek. Az én meglátásom szerint mondjuk 11. osztály végére, hogy végén érdemes megszerezni a nyelvvizsgát. A szakemberek és tanárok arra figyelmeztetnek, a közoktatásban nagy létszámú osztályban tanító, leterhelt tanárok nem biztos, hogy képesek felkészíteni a gyerekeket egy nyelvvizsgára. A szülők emiatt küldik gyermeküket magánórákra, mert attól félnek, hogy az iskolapadban megszerzett idegen nyelvtudás nem elég egy nyelvvizsgához. Érkeznek ilyen diákok is, akik egy kicsit le vannak maradva, illetve vannak olyanok is, akik erősebbek, mint a csoporttársaik. Nincs könnyű dolguk a kollégáknak a közoktatásban. Én azt gondolom, hogy ilyen nagy létszámú csoportokkal nagy eredményeket elérni nem könnyű. Nem lehetetlen, de tényleg nincs könnyű dolguk. És ugye ott lebeg, hogy a nyelvvizsgát meg kell szerezni. Természetes, hogy a szülők és a diákok is keresik a lehetőségeket. Az oktatási hivatal adatai is azt mutatják, hogy komoly gondot jelenthet ez a szigorítás. Az idén felvételizőknek közel 70%-ának volt legalább középfokú nyelvvizsgája. Ha már idén kötelező lett volna a nyelvvizsga, több mint 19 000 diák, a felvettek harmada nem jutott volna be a felsőoktatásba. A tanárképzés
fertőzés helyzete a legaggasztóbb, ahol a felvettek közel felének 47%-ának nem volt nyelvvizsgája. Szakemberek szerint az égető tanárhiány miatt sem lenne szerencsés, ha ez a szabály életbe lépne jövő évtől, mivel akkor a potenciális tanárjelöltek közel fele nem jutna be a felsőoktatásba. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és más szervezetek is tárgyalnak a kormánnyal annak érdekében, hogy legalább részterületeken halasszák el a kötelező nyelvvizsga bevezetését. Jól teljesít a pécsi utakon futó elektromos busz, amit egy hétig tesztelhettek a szakemberek a forgalomban. 10 ilyen járművet vásárolt a város. Az erről szóló szerződést múlt héten írták alá. Az e-buszok amellett, hogy nem szennyezik a levegőt, olcsóbban üzemeltethetőek, mint a dízel meghajtásúak. Az önkormányzat 1,7 milliárdot fizetett a járművekért és a töltésükhöz szükséges eszközökért összesen. A pécsi főpályaudvaron vár a következő útjára az az elektromos busz, amit egy hétig próbálnak ki a városban. Ebből a típusból vásárolt az önkormányzat 10 darabot. A Tüke busz üzemeltetése és fejlesztési igazgatója azt mondja, jól vizsgázott a jármű az iskola kezdés napján. Hozta azokat az eredményeket, amit előzetesen kikötöttünk és vártunk ezektől a buszoktól. Azt gondolom, hogy mind az utasok, mind a sofőreink elégedettek voltak azzal, amit tapasztaltak. A busz klímás, a klíma jól működik, az utas kapacitása megfelelő, pontosan jól érkezett, és azt gondolom, hogy egy modern, új technikát fog az utazó közönség kapni 8 hónap múlva, amikor megérkeznek ezek a buszok. Szeptember 1-én 30 fok fölötti melegben 24 fokos volt az utastér a klímának köszönhetően. A csúcsforgalomban csak araszolva haladt az e-busz, így a visszatöltés minimális volt, de azért képes volt közel 300 kilométert megtenni a pécsi utakon. Kedd délután a város alpolgármestere is megnézte a járművet közelebbről. Pécsváros a hazai nagyvárosok közül is azon városok közé tartozik, amely bizonyos téli időszakokban a legszennyezettebb levegővel rendelkezik. Ezért fontos, hogy mindent megtegyünk, hogy egy egészségesebb környezetben élhessünk, hogy a levegő tisztuljon. Én ezt a beruházást, vagy ezt a fejlesztést nem csak városi vezetőként, de két kisgyermekes apaként is fontosnak tartom. Minél egészségesebb környezetet kell biztosítani az utódainknak, mondja az alpolgármester. A 10 elektromos buszt 1,4 milliárd forintért vásárolta a város. Erre a kormányzattól kapott pénzt. 300 millióért pedig a járművek töltéséhez szükséges eszközöket szereztek be. Az e-buszok jövő év második felében állnak forgalomba Pécsen. A megújult és megszépült főtéren tartották vasárnap a hagyományos búcsút Bükkösdön. Ekkora készült el egy 6 millió forintos önkormányzati program keretében a templomhoz vezető út térkövezése, valamint megszépült a falu két háborús emlékműve közül az egyik. A felújítások sora nem áll meg a településen, hiszen élelmiszerbolt és piactér is épül, csak nem 100 millió forintból, valamint az úthálózat korszerűsítése is folyamatban van. Bükköst fejlődő település, mely népszerű a fiatalok körében. Egyre többen választják a városi lét helyett a falusi életet. Mint arról korábban beszámoltunk, áprilisra készült el a bükkösdi templom teljes körű felújítása. A főtér ékének megszépülése összesen 2,5 millió forintba került. Ebből az összegből 1 milliót a helyi önkormányzat állt. Egy 1300 fős település, aki viszonylag jó helyen áll a baranyai kistelepülések szintjén, mert nem vagyunk úgymond elzárva, viszonylag jó közlekedésünk van a városba, tehát 2 órás közlekedés a megyeszékhelyre. Több iparral, egy láfás bányával, egy albetonbányával és egyéb mezőgazdasági tevékenységgel is, tehát viszonylag jó munkalehetőségekkel és bővülő települési lakosságokkal most az új családi csok miatt megélénkült a kereslet a település ingatlan év iránt. A falu búcsújára pedig elkészült egy 6 millió forintos önkormányzati program keretében a templomhoz vezető út térkövezése, valamint megszépült a település két háborús emlékműve közül az egyik. A két emlékmű felújítása egy 3 millió forintos beruházás keretében valósul meg. Átadásra került a főtéren a térkövezés, 500 négyzetméter térkövezést adtunk át. Ezen kívül a első és második világháborús elhunytaink emlékművét is újra felújítottuk és átadtuk a településnek.
A fejlesztések sora nem áll meg Bükkösdön. A település másik háborús emlékművét is felújítják, valamint élelmiszerbolt és piactér is épül. A csaknem 100 millió forintos beruházás során 12 árusítóhely, egy minőségi élelmiszerüzlet, parkolók és mosdók is épülnek majd. Ezen túl az útfelújítási program is folytatódik a településen. Útjára indul az Országos Vállalkozói Mentorprogram gyakorlati megvalósítása, derült ki szerdán a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A rendezvényen beszállítói és külpiaci mentorálás iránt érdeklődő vállalkozások megismerkedhetnek a projekt során igénybevehető szolgáltatásokkal és a kiválasztott mentorokkal. A megyei nyitó rendezvényen részletesen bemutatásra kerül a teljes projekt folyamata és a részvételi lehetőségek. A megyében mentor szerepet vállaló cégek képviselői is részt vettek a nyitó eseményen. Még jelentkezhetnek azok a vállalkozások, akik szeretnének mentorálásban részesülni. A mai rendezvény egyik alapvető célja azon kívül, hogy bemutatjuk a projektnek az általános elemeit, hogy potenciális mentorált vállalkozásokat keressünk Baranya megyében. Ugye a három beszállítói mentor mellé kellene 4-4-4 darab. Magyar KKV vagy Baranya megyei KKV, a két külpiacon mentén mellé pedig 6-6 darab. A pályázati felhívás tegnap megjelent a www.vállalkozástudatosan.hu honlapon. Az ott az érdeklődők minden szükséges információt megtalálnak, illetve a megyei programkoordinátor kollégám áll a rendelkezésükre. Különleges módon rövid filmekkel népszerűsítik a szakdolgozói hivatást. A kampány célja, hogy minél több fiatal válassza ezt az áldozatos, de csodálatos szakmát. Az alkotásokat a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 6. tudományos kongresszusán mutatták be Siófokon. Fontos, hogy az általános és középiskolás diákok, valamint szüleik megismerjék az egészségügyi szakdolgozói pálya sokrétűségét, nehézségeit és szépségeit. Hangzott el a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 6. tudományos kongresszusán, ahol több mint 850 szakdolgozó vett részt. Az ünnepi megnyitón dr. Csányi Péter Endre, a szaktárca helyettes államtitkára hangsúlyozta. A kamara a szakdolgozói hivatást népszerűsítő filmekkel és kampánnyal nagyon sokat tesz a pálya népszerűsítéséért. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat bevonzzuk a pályára, a már pályán dolgozó kollégák megbecsülése, kiszámítható életpálya is nagyon fontos, de ez a munka az elején kezdődik ott, hogy a szakképzés magát és az egészségügyi pályát vonzóvá tegyük azoknak a fiataloknak a számára, akik mérlegelik a pályaválasztást. A kampány keretében rövid filmekkel, szórólapokkal népszerűsítik, mutatják be az egészségügyi szakdolgozói ágazat sokszínűségét. Vannak olyan területei a képzésnek és a szakképzésnek, ami nincs a gorcső középpontba helyezve, nagyon nehezen lehet róluk információt szerezni, holott nagyon érdekes, nagyon professzionális munkavégzést folytatnak ott a végzett kollégák. Ezeket a területeket mutatjuk be egyébként az ezévi kampányunk filmeinkkel és tájékoztató kiadványunkkal, hogy minél inkább az ágy melletti területek mellett laboratóriumi, diagnosztikai területekre is csábítsuk a legújabb jelentkezőket. A Veled másokért 2 elnevezésű kampány a tudományos kongresszuson indult el, és ezzel egy időben a közösségi médiában, információs csatornákon, plakátokon szólítja meg a fiatalokat. Emellett papíralapon, kiadványok formájában a szülőkhöz és pedagógusokhoz is minél több tájékoztató füzetet juttatnak el. Lezárult a 146 millió forintos összköltségvetésű, itthonbolyban elnevezésű projekt egy fontos része. A 37,4 millió forint összegű beruházás során ugyanis 4 bérlakást adtak át bolyban élő vagy letelepedni kívánó fiataloknak. Ők 24 hónapig bérleti díjfizetése nélkül lakhatnak, és cserébe önkéntes munkát vállalnak a településen. Schneider Viktor családja az egyik szerencsés a 4 közül, akik beköltözhetnek új bérlakásukba Bolyban. Külföldön éltek eddig, de újra itthon telepednek le. Mi 8 évet Ausztriában éltünk, és mikor megszületett a kisfiunk, akkor nagyon terveztük, hogy visszaköltözünk Magyarországra, megtanulja a magyar nyelvet, illetve hogy tudja a gyökerét, hogy honnan érkeztünk. És igazából már amikor terveztük az a költözést, akkor hallottunk ilyen híreket, hogy lehetőség fog nyílni egy ilyen fajta lakhatási támogatásra is, hát itt vagyunk most.
Bolyváros önkormányzata sikeresen pályázott az Esély Otthon című felhívásra. Az Itthon Bolyban elnevezésű 146 millió forintos összköltségvetésű projekt fontos eleme volt a 37,4 millió forintból megvalósuló beruházás. A Hunyadi utca 3-as szám alatti ingatlanban 4 lakást újítottak fel és rendeztek be, melyekben Bolyban élő vagy letelepedni kívánó fiatalok 24 hónapig bérleti díj fizetése nélkül lakhatnak, és cserébe önkéntes munkát vállalnak a településen. Igazából azt szeretnénk, hogy a bolyi fiatalok maradjanak itt, találják meg a számításukat, és legyen lehetőségük mind lakhatásban, mind munkahelyben, mind pedig megélhetésben itt Bolyban. Ennek a projektnek nagyon sok eleme van, ebből egy rész, körülbelül az egy harmada az a lakásépítésnek a dolga. 8 lakást szeretnénk a fiataloknak átadni, ebből 4-e most elkészült, a másik 4 pedig folyamatban van, de nagyon sok egyéb kiegészítő program van. Hargitay János országgyűlési képviselő köszöntőjében követendő példaként említette a dinamikusan fejlődő Bolyi városát. Hargitay János elmondta, hogy 1300 munkahely van ezen a 4000 lakosú településen. Bolyi az egy pozitív példa, mert persze mindig vannak erre is lehetőségek, és Bolyi erre mindig, Bolyi ezekhez mindig kapcsolódik. Ez is egy ilyen projekt, amikor gyakorlatilag fiataloknak bérlakásokat kínálnak fel. Ezzel Bolyi megteremti magának azt a lehetőséget, hogy a helyi fiatalokat, a helyi képzett fiatalokat itt tartja a településen, vagy más képzett fiatalokat, hiány szakmát tudó fiatalokat pedig ide vonzza a településre. Az önkormányzat a pályázat keretében összesen 8 lakást alakít ki kifejezetten fiatalok számára. A projekt természetesen folytatódik. Hárs József polgármester szerint a vállalt feladatokat a következő év második felére tudja az önkormányzat elvégezni. 8 nagy hazai fesztiválra gördült be 2019 nyarán a Paks 2 Atomerőmű ZRT guruló kiállítása. Az atomenergiát és a Paks 2 projektet bemutató interaktív tájékoztató kamionra 2 hónap alatt csaknem 20 000 látogató volt kíváncsi. A 8 állomásos fesztivál körút első állomása Sopron, az utolsó Szeged volt. Paks 2 interaktív kiállításának idei fesztivál körútja Sopronban a Volt Fesztiválon kezdődött, és a szegedi ifjúsági napokon záródott. A kamion járt a Balaton Soundon, az EFOTON, Debrecenben a Campus Fesztiválon és a Virágkarneválon, valamint a Mezőtúri East Festen és a Sziget Fesztiválon Budapesten. Az utazók kiállítása nyár utolsó 2 hónapja alatt csaknem 20 000 látogatót fogadott. A tárlat a legtöbb érdeklődőt idén a Szigeten fogadta, ahol közel 3500 vendég tekintette meg. A nyári napi csúcsot a Volton hozta a kamion több mint 700 érdeklődővel. A magas látogatószám mellett fontos visszajelzés volt az a kérdőív is, amelyen a kiállítás vendégei összegezhették véleményüket. A válaszadók elsöprő többsége több mint 90% nyilatkozott úgy, hogy új információt kapott a kiállítás megtekintése során, és ajánlaná mások figyelmébe. A nyár végéig mindösszesen már mintegy 35 ezeren voltak kíváncsiak a guruló kiállításra, amely a legfontosabb információkat viszi házhoz az atomenergia biztonságos és klímabarát felhasználásáról. Azok, akik megfordulnak a kamionban, betekintést nyerhetnek a Paks 2 projekt eddigi eredményeibe. A látogatók tájékozódhatnak a Paks 2 beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól egyaránt. A vendégek fotókat láthatnak a projekt eddigi mérföldköveiről, megismerhetik többek között a 3 plusz generációs VVR 1200-as blokktípust is. A kiállítás egyik különlegessége egy kiterjesztett valóság alkalmazás, amely révén a vendégek a kihelyezett táblagépek vagy saját okostelefon használatával virtuálisan körüljárhatják 2 a Paksra tervezethez hasonló VVR 1200-as blokkot. A fesztiválokon ez is óriási népszerűségnek örvendett, csak úgy, mint az az új interaktív tábla, amelyen játékos formában lehet ismerkedni a Paks 2 projekttel. A Paks 2 kamion a fesztivál szezont követően folytatva országjárását az 5000 főnél nagyobb lélekszámú településeket keresi fel, illetve októberben ott lesz a Hung Expo-n, az automotív kiállításon és immár hagyományos résztvevőként a Csabai Kolbász Fesztiválon is. Szexárd célja a nullára redukálni az áramszüneteket, segíteni az újonnan jelentkező energiaigények maradéktalan kielégítését, vonzóvá válni az itt lakók, az itt letelepedni kívánó családok és befektetők számára, jelentette ki Ács Rezső, a város polgármestere. A városvezető elmondta, ennek érdekében együttműködnek az EON-nal és a szolgáltatóval, közösen határozzák meg a jövőbeni fejlesztéseket is. Szexárdon és környékén 2,8 milliárd forint értékben valósulnak meg munkálatok. Tolnamezsön például egy új állomást épít a vállalat csoporta a térség villamos energiaellátása miatt.
Az új telephely várhatóan 2021-re készül el. Készülődnek az aznapi munkához az EON munkatársai a szekszárdi trafónál. Többek között ezen a városrészen hajtott végre fejlesztést a vállalat, 250 légvezetéket bontottak le. Ez a 15 millió forintos fejlesztés csak egy a beruházások sorában, amiket a vállalat Szekszáron és környékén visz véghez a közeljövőben. A szolgáltató úgy látja, a meglévő kapacitások nem elegendőek, ezért Mözsön például egy új alállomást építenek, mintegy 1,8 milliárd forint értékben. Készülnek a tervek, várhatóan 2021-re valósul meg a beruházás. A mostani állomás az elérte a teljesítőképességének a határát, és egy újat kell beállítani ahhoz, hogy mi valósan támogatni tudjuk ennek a régiónak a fejlődését. Mondta a cég vezérigazgatója. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt emelte ki, nem csak a lakosság részéről növekedett meg az energiaigény, hanem a vállalkozások részéről is. Szekszárdnak pedig az a célja, hogy vonzóvá váljon az itt letelepedni kívánó befektetők számára is. Ráadásul a tudásközpont, a sportközpont és a régi húsipari vállalat helyén megvalósuló IQ központ miatt még több energiára lesz szükség a jövőben a városvezető szerint, amire már most készül a Tolnai megyeszékhely. A vállalkozásoknál pedig ugye tudatosan készülünk arra, hogy jövőben betelepülők számára megfelelő kapacitást tudjunk nyújtani. Itt az ipari parkra szeretnék kitérni, de a városi fejlesztéseknél is szükség lesz majd ezekre a kapacitásokra. Úgyhogy előre kell tekinteni nekünk, nem akkor kell választ adni a kérdésre, amikor feleltődik, hanem előre kell gondolkodni, hogy a befektetők számára megfelelő vonzerőt tudjunk biztosítani és nyújtani. Szekszárdon és környéken összesen 2,8 milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre az EON. Ma már egyre többen szeretnének segíteni a bajba jutottakon. Ez abból is látszik, hogy nagy volt az érdeklődés idén a vízimentők programra. Ennek keretén belül 500-an tanulták meg a laikus újraélesztést, és 2000 ember próbálta ki a vízimentéshez kapcsolódó ügyességi feladatokat. A fiatal generációt igyekezett bevonni nyári programjába a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A prevenció részeként már korábban is tartottak játékos előadásokat az iskolákban, második éve pedig a strandokon is tanítják az újraélesztést. Így volt ez idén nyáron is. A cél, hogy az emberek merjenek segíteni a bajba jutotton. Mi azt mondjuk, hogy vízimenteni csak az kezdje meg a tényleg a vízbe menettellel együtt járó vízimentést, aki ért hozzá, tehát valamilyen alapképzettsége van. De hát vízimentés az is, hogyha valaki bedob egy tárgyat, egy mentőeszközt, vagy benyújt egy vascsövet, ugye, ami éppen a kezénél van, vagy egy fadarabot benyújt, ugye, tehát ez gyakorlatilag mind-mind vízimentésnek mondható. A vízimentőket időjárástól függetlenül egész nyáron riasztották a tónál. Sekélyvízbe való beugrás, nyaki gerincsérülésektől kezdve a mondjuk a vitorláson lévő mondjuk allergiás reakción át, vagy éppen nem is olyan régen egy közforgalmi hajón egy szívinfarktusos beteget sikerült ellátnunk, tehát gyakorlatilag mindenféle esethez megyünk. Évekkel, évtizedekkel ezelőtt a szakemberekre bízták a mentést a fürdőzők, ma már egyre többen szeretnének segíteni. A vízimentők programja iránt is nagy volt az érdeklődés. 500-an tanulták meg a laikus újraélesztést, és 2000-en próbálták ki a vízimentéshez kapcsolódó ügyességi feladatokat, valamint nézték meg a vízimentők bemutatóit a Balatonnál. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. 274 embert vert át, nem létező termékeket kínált eladásra. Kivégzett hattyú, állatkínzás miatt nyomoz a rendőrség. Szívügy, egyre több fiatal szenved szív- és érrendszeri megbetegedésben. Szüreti csirkepaprikás, 21. alkalommal fesztiváloztak a Bólyak szombaton. Több mint 250 embert vert át az interneten egy nő, úgy kínált eladásra mindenféle terméket a világhálón, hogy azokkal valójában nem rendelkezett. Az átvert vevők átutalták a bankszámlájára a vételárat, ám ő semmit sem küldött. Az ügyet most tárgyalják másodfokon Szekszárdon. A testfokú ítélet megállapította a büntetőt és felelősséget, bizonyítandó szabadságvesztésre szabott ki mellette pénzbüntetést és továbbá kért, rúgaidén a felfüggesztett korábbi szabadságvesztés végrehajtását is elrendelte, vagy a megkobzásról döntött, valamint a polgári ügyvédjéket egyéb törvényes útra utasította.
vagyis letöltendő börtönre és pénzbüntetésre ítélte a bíróság első fokon azt a jelenleg Debrecenben élő egyetemistát, aki 274 embert vert át az interneten. A törvényszék azonban hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert a járásbíróság eljárási szabályokat sértett meg a tárgyalás során. A szekszárdi járásbíróság tárgyalja újra az ügyet. Az ügyészség a vádlottat üzletszerűen elkövetett csalásvédségével vádolja. Az előkészítő ülésen a nő újból elismerte bűnösségét. A nyomozás során is elismeri valomást, tehát elismerte, hogy valóban butaságot csinál, ezek megtörténtek. Ezt mondta a nyomozás során, ugye? Erről van szó. Ez fenntartja ezt a nyomozatot. Tehát a büntető felelősség vitatja egyébként. Tehát elismeri a bűnösségét, illetve mondom, hogy eltartja valóban ezt a 274 emberi csalást. Elég tiszta. A jelenleg Debrecenben élő nő bútorokat, műszaki cikkeket, ruhákat és gyermekjátékokat kínált eladásra az interneten. Az átvertvevők előre átutalták a termékek árát a vádlott bankszámlájára. Ám a kifizetett termékek soha nem érkeztek meg hozzájuk, ugyanis azokkal valójában nem rendelkezett a nő. Az előkészítő ülésen kiderült, hogy a vádlott ellen egy ugyanilyen internetes csalás ügyében Székesfehérváron folyik egy másik tárgyalás is tavaly november óta. A nő mentális problémákra hivatkozik, azt állítja egy pszichiáter vizsgálatára hivatkozva, hogy többek között bipoláris személyiségzavarban szenved és jelenleg is kezelés alatt áll. A szekszárdi járásbíróság a Székesfehérvári bírósághoz hasonlóan elmeorvosi szakértőt kért fel annak kivizsgálására, hogy valóban vannak-e mentális problémái a vádlottnak, és azoknak van-e közük az internetes csalásokhoz. Egyre valószínűbb, hogy még élt, tehát megkínozták a Szekszárdon lefejezett és megégetett hattyút. Az állatot egy információs táblára kötözték, így hirdetve a vandalizmust. A rendőrség állatkínzás miatt rendelt el nyomozást az ügyben. Ha kiderül, hogy ki vagy ki költik meg brutális módon a védett állatot, 3 év börtönt is kaphatnak. Egy vastag műanyag madzaggal kötözték össze a hattyú lábait. A védett madárnak a fejét is levágták, és a tollain látszik, hogy megpróbálták megégetni. Hattyútollak a parton egy nagyjából 1 négyzetméteres területen, itt emelhették ki az állatot a tóból. A tetemhez még aznap forgatásunk után nem sokkal a rendőrök is kivonultak. A kollégáim a bejelentést követően azonnal a helyszínre érkeztek, ahol azonban a hattyú tetemét már nem találták meg. Ennek ellenére teljes körű agyagyűjtést és helyszíni szemlét folytattak le, ennek során elsődlegesen azt állapították meg, hogy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Az ügyben viszont akkor feljelentés kiegészítést rendeltek el, és közben újabb információkat is begyűjtött a rendőrség, amikből arra következtetnek, hogy a hattyú még él, amikor kiszedték a vízből, és csak később ölték meg. A szekszárdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője az adatokat mérlegelve úgy döntött, hogy az eset kapcsán állatkínzás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben büntető eljárást kezdeményez. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő szerdán azt mondta, hogy aki ilyen kegyetlenül képes egy állatot kivégezni, az az egész társadalomra közvetlen veszélyt jelent, akár embert is ölhet bármelyik pillanatban. Aki egy állat megkínzására képes, az gyakorlatilag már eléggé közel van ahhoz, hogy akár embernek is fájdalmat, sérelmet, kárt okozzon. Alapvetően olyan szadisztikus ösztönök kerületnek felszínre, teljesen fékezetlenül, gátlástalanul, amelyek egy bármilyen másfajta társas érintkezésbe vagy társas interakcióba is ugyanígy felszínre kerülhetnek. A szakértő abban is biztos, hogy a hattyút meggyilkoló állatkínzó nem indulatból végezte ki az állatot, hanem előre eltervezte tettét. Nagyon súlyos abból a szempontból is ez, hogy itt egy folyamatról van szó. Tehát nem egy egyszeri indulatból elkövetett bűncselekményről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki egy hosszantartó folyamatot végigvitt, és ebben a hosszantartó folyamatban semmilyen mentális kontrollja nem volt, semmilyen mentális fék nem lépett életbe. Ha kiderül, hogy ki vagy kik gyilkolták meg brutális módon a táblára felkötött hattyút, tettükért akár 3 év börtönt is kaphatnak. Rabok újították fel az egyik szekszárdi óvoda udvarát, összesen 4 dolgoztak ezen a projekten a jóvátételi szolgálat keretében. A város önkormányzatánál azt tervezik, hogy a jövőben több másik hasonló felújításnál is igénybe veszik a rabok szakértelmét. A szekszárdi börtönben töltik büntetésüket azok a rabok, akik néhány napja a helyi Kölcsey utcai óvoda udvarán dolgoztak. A gyerekek a munkálatok ideje alatt a szomszédos Vosinszky utcai óvodában játszottak. A gyerekek még élvezik is azt, hogyha egymás épületében vendégeskedhetnek,
úgyhogy ez itt nem jelentett problémát. A fogvatartottak egy kísérleti program részeként újították fel az óvoda udvarát. A város önkormányzata a jóvátételi szolgálatnak köszönhetően több 100 000 forintot spórolt meg csak ezen az egy beruházáson. Mindenki számára előnyös és jó kimenetelű projektet zárunk most le, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben még hasonló kezdeményezések. Én azt gondolom, hogy a társadalom a visszatérés szempontjában nagyon fontos, hogy ilyen lehetőséget megragadjanak, és mondjuk egy kicsit megérezzék a kinti levegőt. A rabok nem csak az udvari játékokat festették le, hanem a néhol már egyenletlen térkövezést is kijavították. Halgi Éva, Szekszárd alpolgármestere, a körzet önkormányzati képviselője szerint a kísérleti programban résztvevő fogvatartottak a lehető legnagyobb precizitással végezték el a munkát. Nagyon-nagyon örülök minden fejlesztésnek, ami itt megvalósul a körzetben, és nagyon nagy öröm azt gondolom most a szülőknek, a gyerekeknek, az itt dolgozó óvodapedagógusoknak, és hát természetesen a börtönből itt dolgozóknak is nagy öröm volt. A szekszárdi börtönben több szakmát is tanulhatnak a rabok, és a legtöbben élnek is a lehetőséggel, hogy a szabadulásuk után minél könnyebben találjanak munkát. Folyamatosan szakmákat próbálunk elsajátítatni fogvatartottainkkal, jelen pillanatban is zajlik szakácsképzés. Nemrég ért véget egy festőképzés, és most terveinkben szerepel burkoló képzés, amit majd szintén szeretnénk kamatoztatni, hogyha végre érünk. A tervek szerint a város önkormányzata és a szekszárdi börtön a jövőben több hasonló projektben együttműködik majd. A következő percekben a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. Diákcsoportos akció a Munkácsi kiállításon. Nagy kedvezménnyel csodálhatják meg Munkácsi Mihály alkotásait a minimum 20 fős diákcsoportok a Zsolnai negyedben. Osztálykirándulók vagy nagyobb gyermekcsoportok semmiképp se hagyják ki a 175 éve született festőzseni lenyűgöző műveit. A kiállítás megtekinthető november 10-éig az M21 galériában. Santa Daiwa koncert a Metronom Jazz Club színpadán hamarosan Pécsett. A formációt 2006-ban alapította Kézdi Luca jazz hegedűs és Szesztai Dávid multiinstrumentalista. A trió harmadik tagja, Szegő Dávid 2015-ben csatlakozott a zenekarhoz. A három hangszer és egyéniség egy egészen sajátos és unikális zenei világot képvisel. Hangzásukat meghatározza a rendhagyó felállás, a hegedű, basszusgitár és dob hármasa. A Cella Szeptikóra látogatóközpont különleges programmal várja az érdeklődőket. Zenével és színjátékkal kísért temetési menet résztvevőiként követhetik végig egy gazdag római polgár ünnepélyes búcsúztatását a résztvevők. A kulturális örökség napjai alkalmából rendhagyó idegenvezetések keretein belül elevenednek meg a római temetési szertartás fontosabb részei. A tárlatvezetésekkel szeptember 21-én több időpontban is várják az érdeklődőket. Villám csődületre hívjuk Pécs város apraját nagyját. Jöjjön el szeptember 21-én este 6:30 a Szent István térre. A pécsi világörökségi helyszínek a kulturális örökség napjai keretein belül flashmobot szervez, amelynek során több száz apró lámpa segítségével megrajzoljuk Pécs és a világörökségi jelképeit. A részvétel ingyenes. A barokk operák előadásában avatott, világhírű francia énekművészek tolmácsolásában hallhatjuk szeptemberben Pécsett az opera balett koncertszerű korhű feldolgozását. A hamarosan a Kodály Központban hallható színpadi mű közel 300 éves, az évek során méltatlanul feledésbe merült. Valószínűleg egy kiváló opera most hangzik el először a 18. század óta. Az előadáshoz és a lemezfelvételhez a modern kiadást kifejezetten erre az alkalomra készítették elő. A magyar koronázási ékszerek másolatai a Zsolnai negyedben. A Szent Korona rekonstrukciója, valamint a jogar, az országalma és Szent István kardjának másolata együttesen tekinthető meg a negyedben, immáron meghosszabbítva szeptember végéig. A műtárgyak a Keceli Pintér család tulajdonában állnak, felajánlásuknak köszönhetően érkezik Pécsre a magyar történelem 4 leginkább kultikus emlékének másolata. Az ékszerek ingyenesen megtekinthetőek minden nap 9 és 18 óra között a Zsolnai Infopont és Shopban. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat!
továbbra is a vezető halálokoknak számít hazánkban a szív- és érrendszeri megbetegedések. Nem csak a felnőtteket érinti a szívbetegség, hanem egyre több fiatalt is. Ráadásul a cukorbetegség is növeli a kockázatot, hangzott el a Szívvilágnapja kapcsán rendezett eseményen. A Somogy megyei kormányhivatalban a szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy életmódváltással, a dohányzás elhagyásával, illetve sportolással megelőzhetőek a tragédiák. Az emberek több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésben hal meg Magyarországon, bár ismerik a rizikó tényezőket, szokásaikon nehezen változtatnak a paciensek. Nagyon romboljuk az egészségünket. Fiatalkorban a legnagyobb gond a dohányzás, az, hogy 13 éves kor fölött már nagyon sokan rászoknak a dohányzásra, ami aztán elkíséri őket egy életen keresztül. Habár, hogyha 17-18 éves korig meg tudnánk ettől védeni őket, utána már nem szoknának rá. Ezt mutatja a gyakorlat. A felnőtteknél és az idősebbeknél a túlsúly okozza a legnagyobb gondot. Európában elsők vagyunk az elhízás arányában is, ez pedig cukorbetegséget, magas vérnyomást és magas koleszterint okoz. Ezek együttesen pedig a szív- és érrendszer megbetegedéséhez vezethetnek. Valószínűleg a sok stressz, ami ér minket, ezt étkezéssel vezetik le sokan. Tehát túl sokat dolgozunk. Egész nap dolgozunk, a főétkezés az esti vacsora, és akkor túleszik magukat az emberek, mert stresszlevezetésként az egész napi stresszt próbálják étkezéssel levezetni. Ez egy nagyon általános probléma, és amikor pedig már felszaporodott ez a nagyon sok plusz súly, akkor már csak az események után futunk, igazán már onnan már nehéz megelőzni a bajt. Ezért fontos a megelőzés, hiszen mint a Somogy megyei kormányhivatalban rendezett programon elhangzott, a dohányzás elhagyásával és életmódváltással megelőzhetőek a betegségek és a tragédiák. A Baranya megyei katasztrófa védelmi igazgatóság csapata teljesítette a legjobban a katasztrófa védelmi mobil laborok területi versenyét. A megmérettetés több helyszínen zajlott, a próbák során pedig többek között radiológiai, biológiai és vegyi felderítéseket kellett végrehajtaniuk a szakembereknek, feladatonként maximum 60 perc alatt. A csapat kiemelkedő szereplésüknek köszönhetően az országos katasztrófa védelmi mobil labor versenyen is részt vehet. Nagyon nehéz benne dolgozni, tehát minden a ruha alatt van. A beavatkozás alatt felfújja magát, és egy túlnyomás keletkezik a ruhába, tehát hogyha kisebb méretű szakadás keletkezik a ruhán, akkor abból kifelé áramolva a levegő továbbra is megvédi a benne dolgozó kollégát, illetve tűzoltót. Akár egy ilyen védőruhára is szükségük lehet a katasztrófa védelem munkatársainak, ha valamilyen vegyi vagy biológiai veszélyhez riasztják őket. Ez a ruha is része annak a felszerelésnek, mely a mobil laborban kap helyet. Ezzel a járművel vett részt nemrég a Baranya megyei katasztrófa védelmi igazgatóság csapata a mobil laborok részére rendezett területi versenyen. A megmérettetés több helyszínen zajlott, ahol radiológiai, biológiai és vegyi felderítéseket kellett végrehajtani. A kárhelyre vonatkozóan meg kellett hoznunk bizonyos intézkedéseket, amely mind a mi beavatkozók, illetve pedig a lakosság biztonságára is irányultak. Minden pályán vegyi azonosítást kellett végrehajtani, sugárfelderítést kellett végrehajtani, és pályáktól függően ezekre van, amelyiknél jobban, van, amelyiken kevésbé kellett koncentrálni. Pandur Tamás mellett Kövecs Bálint tűzoltó főhadnagy és Bences József tűzoltó zászlós vett részt a versenyen. A próbákra maximum 60 perc állt rendelkezésükre, mely idő alatt többek között különböző sugárzásokat is mértek a szakemberek. Az erre alkalmas eszköz szintén a mobil labor része. A sugárzással kapcsolatban is tud beavatkozni az egység. Itt az oldalán egy mobil sugárkaput lehet látni, amelyel személyeket, járműveket lehet monitorozni. Elhaladás közben, hogy van-e náluk esetlegesen bármi olyan sugárforrás, vagy olyan nem kívánt anyag, amivel foglalkozni lehet, illetve hogyha olyasmi baleset történne, ahol elszennyeződik egy nagyobb terület, ott is a keresésben nagy segítséget tud nyújtani ez a műszer. A versenyt egyébként hosszú felkészülési időszak előzte meg. Mint azt Pandur Tamás elmondta, a szabályok betartása mellett az életben szerzett tapasztalatok is fontosak. Éles tapasztalatok során megszerzett tudásunkat alkalmaztuk, illetve természetesen a versenyre külön készültünk is. Tehát egy elég hosszas, több hetes felkészülésen is túl vagyunk, amelyre
elég nagy hangsúlyt fektettünk. A háromtagú csapat teljesített a legjobban a Győr-Moson-Sopron megyében megrendezett területi megmérettetésen, így négy másik csoport mellett ők vesznek majd részt az Országos Katasztrófavédelmi Mobillabor versenyen. Javában zajlik a szüreti időszak, azonban a pincékben halálos veszély is fenyegeti az óvatlan borászokat, látogatókat. A mustgáz minden évben követel áldozatokat, hiszen a színtelen és szagtalan gáz jelenlétét már csak akkor lehet felfedezni, ha már megtörtént a baj. Ugyanis ha a pince nincs megfelelően szellőztetve, a must erjedése során keletkező széndioxid szédülést és akár néhány másodperc múlva ájulást is okozhat. Mivel a gáz koncentrációja a föld közelében a legmagasabb, így halálos kimenetelő is lehet, ha a pince látogató elájul. Az ilyen eseteket megelőzendő égőgyertyával közelítsük meg a pince lejárót, mondja a szakember. Óvatosan lassan lépkedünk le a lépcsőn, és abban a pillanatban, hogy a gyertya lángja elkezd kisebbedni, vissza kell fordulni. A másik ugye megelőzés, hogy hát ventilátort állítunk be a pincébe, akár egy valamilyen ablakventilátort, vagy pedig egy akármilyen másik ventilátort a pincének az ajtajába, és hát azt beindítva, folyamatosan órákon keresztül járatva, szellőztetve a pincét, akkor utána meg lehet próbálkozni vele az előbb említett módszerrel. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Márkeszt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva a galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszon perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. Hiába az őszi menetrend, továbbra is az igényekhez igazítja a kompjáratok indítását a Balatoni Hajózási ZRT. Ez azt jelenti, hogy a főszezon után az üzemidő változott, valamivel kevesebb ideig járnak a kompok a két part között. Azonban, ha indokolt, akkor továbbra is a menetrend felfüggesztésével sűrítik a járatokat. Bár a főszezoni idény véget ért a balatoni hajózásnál, a kompok továbbra is közlekednek a két part között, amelyet sokan ki is használnak, egészen addig, amíg be nem fagy a Balaton vize. A kirándulások mellett sokan munkába járásra használják a lehetőséget, rengeteg időt spórolva ezzel. A tapasztalatom szerint félig biztos van a komp, de nagyon jó, meg gyorsabb átkelni, nem kell körbejárni. Az őszi menetrend a gyakorlatban azt jelenti, hogy a napi üzemelési idő változott, rövidült egy kicsit a főszezonihoz képest.
reggel 6 óra 40 perckor indul az első járatunk Szántódi oldalról, és 20 órakor az utolsó, míg Tihanyból 7 órakor, és 20 óra 20 perckor az utolsó. Egyébként meghirdetett módon továbbra is 40 percenként indulnak a járatok, de pont a mai nap is bizonyította, hogy egy kellemes kiránduló időben, napsütésben annyian voltak, hogy a forgalom miatt felfüggesztettük ezt a menetrendet, és menetrenden kívüli járatokkal is biztosítottuk a folyamatos átkelést. A személyhajózásban is az utóidényi menetrend szerint közlekednek a hajók. A legforgalmasabb útvonalakon továbbra is naponta 4-4 hajó indul mindkét oldalról. 9 kikötőben sétahajózásra is van lehetőség, és hétvégente még a népszerű kerékpáros járatok is elindulnak. Megkezdődött a szarvasbőgés időszaka hazai erdeinben. A vadállomány nyugalma érdekében erdőlátogatási korlátozás van érvényben a Mecsek erdeiben is. A nász időszakban a gímszarvasbikák bármikor felbukkanhatnak a közutakon, ezért az autósoknak fokozott figyelemmel kell vezetniük, emelik ki a szakemberek. A szarvasbőgés sok természetjárót vonz, ezért a Dunadráva Nemzeti Park esti túrát szervez nekik. Ez az a jellegzetes hang, amit szeptembertől lehet hallani az erdőkben. Elkezdődött a szarvasbőgés időszaka. A természetjárók közelről is meghallgathatják a gímbikákat, de más állatokat is. Esti túrát szervez nekik a Dunadráva Nemzeti Park. A Drávasztárai kikötőben lesz 6 órakor a gyülekező, és onnan indulnak majd természetvédelmi őr kollégám vezetésével a résztvevők egy esti túrára. És hát kis szerencsével az aranysakálok hangját is lehet majd hallani, így visszautalok az előző gondolatra, illetve a vetélkedő szarvasbikáknak a hangja is hallható lesz az esti túra folyamán. A szarvasbikák ebben az időszakban óriási veszélyt jelenthetnek az autósoknak, mondja a szakember. Fontos odafigyelni arra is, hogy amikor vezetünk, akkor hát fölbukkalhatnak az út szélén. Szarvasbikák ilyenkor nem foglalkoznak semmivel, szinte akkor csak a fajfenntartási ösztön az, ami dolgozik bennük, és hát ezért különösen oda kell figyelni rá, és a túra időszakában is nyilván majd a vezető nagyon sok hasznos információt fog elmondani arról, hogy mit kell ilyenkor tennünk, hogyan érdemes viselkednünk. Egyébként erdőlátogatási korlátozás van érvényben elsőjétől. A Mecsek Erdő ZRT azt kéri, hogy a vadállomány nyugalmának érdekében csak reggel 8 és délután 4 óra között tartózkodjunk az erdőben. A korlátozás főként a vad élőhelyül szolgáló erdőterületeket érinti. Csirkepaprikás rotyogott szombaton Bolyban a Kántor réten, ahol 21. alkalommal rendezték meg a Szüreti Csirkepaprikás Főzőfesztivált. A borongos idő sem tántorított el senkit, sokan látogattak ki a rendezvényre. Amíg készültek a finom ételek, addig a színpadon színvonalas műsorok szórakoztatták az érdeklődőket. Csak a címegének, szomorú az ének, nincsen cipőcskéje, már is eszegények. Tom Peti és barátai szórakoztatták a gyerekeket kora délután a 21. Szüreti Csirkepaprikás Főzőfesztiválon Bolyban. A szombati esemény lebonyolítását idén is nehezítette a rossz idő. Hál' Istennek a rét az tele van, de sajnos az időjárás idén sem volt kegyes hozzánk. Ez most már a harmadik év, hogy az eső valahogy pont aznap akar esni, amikor a Szüreti Csirkepaprikás Főző zajlik itt Bolyon. Bízunk benne, nézegetjük az időjárás jelentő oldalakat, hogy reméljük csak egy átfutó zápor lesz ez is. Az esőszünet közben a szervezők sátorában összekészítették az ajándékokat, megírták az emléklapokat. Az Asztal Szépség Verseny díjazottjai kapják az emléklapokat és az ajándékokat, amiket új cégek ajánlottak föl. Ugye évről évre most már nem főzőverseny van, hanem az asztalok dekorációját zsűrizzük. Az eső azonban nem tudta elvenni a kilátogató baráti társaságok kedvét a főzéstől. Amíg az emberek arra vártak, hogy ne essen tovább, addig a bográcsokban rotyogott a Szüreti Csirkepaprikás Bolyban. A Filharmónia Magyarország idén ismét megrendezte hagyományos őszi klasszikus zenei fesztiválját Pécsett 17 helyszínen közel 50 programmal. A zeneszület fókuszában idén a népzene volt. Jövőre az ország több pontján lehet hasonló zenei esemény a kormányzat tervei szerint. Harmonika koncert a Pécsi Színház téren a Zeneszület Fesztivál első napján.
Ez már a Püspöki Palota, ahol szintén kialakítottak egy koncerthelyszínt a szervezők. Itt komoly zenét adtak elő, nem úgy, mint a szombatesti zárókoncerten, ahol a népzene és a klasszikus zene egy időben volt a színpadon. Bartók művét a szegedi filharmonikusoktól hallhatták a Széchenyi téren, majd Pál István szalonnai zenekara azokat az eredeti falusi dallamokat mutatta meg, ami Bartókot is inspirálta. Klasszikus zenéből jövök, az egész családom klasszikus zenész még Kárpátaljáról, és mindig is párhuzamosan működött ez nálunk. Tehát én is klasszikus zenével kezdtem. Mindig egy szép esemény, amikor egy szimfonikus zenekarral egy falusi népzenét játszó banda odáll, és megmutatja azokat a gondolatokat, hogy akár Kodár, Bartók vagy Lajta hogyan emelték a magas művészet szintjére a falusi népzenét. Éppen ennek megmutatása volt az egyik célja az idei eseménysorozatnak. A Zeneszület Fesztiválnak a fő mondandója, hogy közel hozzuk a zenét, mint ahogy a Filharmónia Magyarország szlogenje is mondja, azokhoz az emberekhez, akik egyébként a hagyományos koncertterekben nem jönnek be, nem látogatják meg, próbáljuk őket megszólítani, hogyha meghallják, megtetszik nekik, később ellátogassanak, és ezt a célt mindig valaminek a fókuszba állításával igyekszünk elérni. Így került fókuszba a népzene idén szeptember 5-e és 7-e között Pécs közterein, egyéb helyszínein. A kormányzat egyébként a Zeneszület mintájára szeretne az 5000 lakosnál nagyobb településeken hasonló zenei programokat szervezni a jövőben. Az MLS Baranya megyei igazgatósága ünnepélyes díjátadó keretében ismerte el idén is a baranyai labdarúgásban résztvevők teljesítményét, és átadták a Baranya megye labdarúgó utánpótlásáért díjat is. Az ünnepségen elhangzott, a korábbiakhoz képest több változás is történt a baranyai labdarúgásban. Immár hagyomány, hogy az MLS Baranya megyei igazgatósága elismerésben részesíti az előző szezon legsportszerűbb megyei csapatait és a bajnokságok gólkirályait, valamint idén 7. alkalommal adták át a Baranya megye labdarúgó utánpótlásáért járó elismerést, melyet Szabó Balázs, a V-Mint KSE szakosztály vezetője érdemelt ki. Volt, amikor meg is szűnt a csapat a 90-es években, utána 93-ban kezdtünk el egy új csapatot építeni, tehát akkor a semmiből indult úgymond egy utánpótlás csapattal, és akkor azt vittük fel a felnőttig, és azóta folyamatosan fönn vagyunk különböző osztályokban. Ladányi Patrika pécsváradi Spartacus U16-os korosztályú játékosa volt tavaly, és akár csak egy évvel korábban most is gólkirály lett, ezúttal 132 góllal. Patrik idén már az MB2-es kaposvári Rákóczi esét erősíti. Hát úgy indultunk neki a szezonnak, hogy minimum egy dobogós helyezésnek mentünk neki, és végén jósultak ki el a dolgok, és első helyezést értünk el a csapattal. Az igazgatóság idén is kiemelten jutalmazta a sportszerűségi verseny győztes csapatait, köztük a Pellérdi esét, melyek egyenként 50 000 forint értékű sportszer támogatásban részesültek. A fair play díj ugye a legkevesebb úgymond szabálytalanság, illetve fegyelmi vétség alapján úgy néz ki, mi voltunk most idén a legsportszerűbbek. Hát nem mindig, tehát hogy mondjam, van mikor, ugye ez a díj jó, de sok meccsen azért lehet, hogy az eredményesség szempontjából jobb lett volna, egy kicsit keményebben játszunk, de hát most ez így sikerült. Bogyai Zoltán, az MLS Baranya megyei igazgatóságának elnöke elmondta, több változás is történt a korábbiakhoz képest a baranyai labdarúgásban. A 2019-20-as szezontól megszűnt a negyedosztályú felnőtt bajnokság, de a megye 3-ban így 40 csapat küzd. A megye 2-ben az egyesületek számára nagy könnyebbség, hogy már nem kötelező U19-es csapat indítása, csak egy gárdát kell versenyeztetniük, a 14, 15, 16 vagy 19-es korosztályok valamelyikében. Tovább erősödik a lányfoci is, hiszen Pécs régiós központtá válása a cél. Negyedik alkalommal tartottak lovasnapot Pörbölyben. A programot szervező helyi Bodza Ese még csak alig 2 éve alakult meg, de már most egyre több pörbölyi és környékbeli fiatal ismerkedik meg nekik köszönhetően a lovaglással.
60 és 80 cm-es díjugratással indult a pörbölyi lovasnap délelőtti program sorozata. A versenyre főként Pörbölyről és Bajáról érkeztek a lovaglással egyelőre szabadidősportként ismerkedő fiatalok. Én indultam a 60 centin, a 80 centi most kimarad, a derbi lesz még, aztán én már a felnőtt kategóriába számítok az ügyességibe, és marad a váltó a végére. A versenyszervező Bodza Lovasport Egyesület 2017-ben alakult, azóta egyre több fiatal jár ide Pörbölyre, hogy megtanuljanak lovagolni. Többen közülük a mostani versenyen is elindultak. Hál' Isten fejlődik az egyesületünk, egyre nagyobb a taglétszámunk. Idén most itt a versenyen 12 tanítványon fog szerepelni különböző korcsoportokban. 3 lóval készülünk ide a versenyre. A Pörbölyi Lovasnap programja délután mini, gyermek, ifjúság és felnőtt ügyességi, valamint váltóversenyszámokkal ért véget. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!